consider. Köszönöm, hogy összülön kérdés, összülön otthonból. Ugye néztem az első közdeményezést, hogy egy 5 hónapon át megelőzően meghatározott íven kell benyújtani. És magát az íven szereplő kérdést bírálja el a Nemzeti Választási Bizottság, tehát ennek van egy kötött eljárási rendje. De ezt a kérdést az évben úgy tájékoztattak, hogy utánhozott is korábban, amikor adtam le máskor, korábban még az OVB-hez összes a kezdeményezéseket, ugye ebben a korlában kellett leadni. Minden egyes esetben, tehát ugye a 97. évi százas törvény szabályozza a népszavazás eljárás menetét, és azt határozza meg, hogy egy aláírásgyűjtő évet kell benyújtani. Tehát korábban is az kellett, tehát az volt a megfelelő eljárás, hogy egy évet, egy aláírásgyűjtő évet kellett benyújtani, és arról dönt a bizottság. Tehát ez így formai oknál fogva az valószínűsíthető, hogy a bizottság ezt így... Jó, most semmi gond, akkor javaslom ezt egyik át, és ilyen pótlásban pedig ezt pótoljuk már is. Jó? Átveszünk. Jó, köszönjük szépen. És akkor egy ilyen formányított egy mintát, akkor legyenek, csak azt... Rendben, az a választáspontú honlapban is megtehető, de nyomtatunk is. Oké, persze, csak azt meg is csináljuk javaslom. Persze. A végrehajtási rendelet mellékletben szerepel, de hát tudunk ennyire kapni. Nagyon szépen köszönöm viszont. Benyújtástól számított, tehát az aláírásgyűjtő év benyújtásától számított 30 napja van a bizottságnak arra, hogy elbírálja ezeket az éveket. A bizottságülésen nyilvános, és amikor megvan a bizottságülésének az időpontja, az a választás.hu oldalon közvételre kerül. Lehetőségük van arra, hogyha szeretnének részt venni az ülésen, akkor kérhetik azt, hogy az iroda tájékoztasson neked a kérdések elbírálásának választó időpontjáról, akkor rövid utas elérhetőséget megadnak, telefonszámot, e-mailt, és akkor mi jelezzük önnek a területon, a bizottságnak hol fogja ezeket elbírálni. A bizottság elbírálja, a döntéseket azok aznapon a választás.hu oldalon a kézzétételre kerülnek, és hogyha van rövid utas elérhetőség, akkor mi megküldjük önöknek, és a közönben is megjelennek. Ja, akkor már megjelenítjük, hogy mindenképpen egy szeretnénk lenni, amikor ezek a kérdésekről szó van. Jó. Köszönöm szépen. És akkor szerintem visszahozzuk még. Jó, egy kíváncsi rámat kérek, hogy nem köszönjük.
titkárság munkatárs. Jó lesz mind dolgozva, mert mi meg a nemzeti választások a bejárat kentes vannak. És mi volt a probléma? Az, hogy nem a végrehajtási miniszteri rendeletben meghatározott mellékleten került benyújtásra az aláírásgyűjtőjét. De átvettük, és akkor ezt már a későbbiekben mi lefordítják. Gyakorlatilag ez egy technikai hiba, ezt most szerintem egy órán belül ki is javítjuk, hogy behozok ennek a formájába, de magára az ügymenetére ez nincs kihatással. Ez egy szép számból összegyűjtő. Ez is valami.